40 nappal húsvét után áldozó csütörtök napján a székesfehérvári egyházmegye egész területén a templomokban szentségimádást tartottak. Spányolta a megyésbüspök kezdeményezésére a lelki megújulásért, a bűnök bocsánatáért tartottak engesztelő és könyörgő imádságot. Horváth Imre plébános köszöntötte a papságot, a híveket, és felhívta a figyelmet arra, hogy májusban a Szűzanyához, a Szentlélek mátkájához is imádkozunk, aki legfőbb példaképünk Krisztus követésére. A keresztény élet értelme, szépsége Krisztus követése. A város papságával tartott ünnepi szentmisében a főpásztor kiemelte, az apostolok és az új szövetség tanúsága szerint ezen a napon a feltámadt Jézus földi élete megszűnt. Beteljesítette az Atya akaratát. Az utolsó találkozáskor elbúcsúzott tanítványaitól és küldetést bízott rájuk. Megígérte, hogy elküldi a Szent Lelket, majd felemelkedett a mennybe, hogy megnyissa az eget nekünk. Így fejezte be és tartja fenn ma is a megváltás művét. Áldozó csütörtök napján ünnepeljük tehát a mi szabadításunkat és meghívásunkat is, küldetésünkre. Benne élünk, a föltámadottal való közösségben, és ebben a világban, amelyben sokszor úgy érezzük, hogy nagyon is nyúlnak bennünket lefelé az élet próbatételei és keresztjei, amikor fájdalmasan éljük meg csalódásainkat, sokszor éppen azokban, akikben leginkább bíztunk, akikben leginkább akartunk megbízni, akkor olyan jó nekünk ennek az Alleluiának ég felé szálló dallamait ott érezni a lelkünkbe, és olyan jó nekünk megélni azt a lelki közösséget, amely összeköti ennek a városnak a híveit, és összeköti a székesfehérvári egyházmegye. Minden településen, minden felé ott élünk híveit, hogy egyek legyünk. A Szent Órán a megyéspüspök megköszönte Istennek a szentségekben rejlő erőt, kegyelmeket. Hálát adott az Úr hűségért, aki akkor sem feledkezik meg rólunk, amikor mi eltávolodunk tőle. Köszönjük, Urunk, a sok imádkozó lelket, akik talán nem mindig tudnak mindenben megfelelni annak az eszménynek, amelyet az egyház elénk tár, de akiknek mégis a szívében irántad való szeretet van. Köszönjük, Urunk, papjainkat, akik talán nagyon is túlterheltnek érzik magukat, de akik mégis a te országodért fáradnak. Adj nekik örömet, a lélek örömét, hogy ennek erejével tudják jól teljesíteni hivatásukat. Köszönjük, Urunk, hogy minnyájunknak küldetést adtál, hogy a hitről, a reményről és a szeretetről tanúskodjunk, hogy beszéljünk a kinyilatkoztatásról, hogy fölélesztjük az emberekben a reményt, a nagyobb távlat iránt, hogy ne csak e világnak éljünk, hanem éljünk az örökké valóságnak, s tőled reméljünk a boldogságot. És itt a földön is tudjuk abban a szeretetben élni, amelynek teljességét majd nálad tapasztaljuk meg. Imájában azt kérte, hogy minden ember célja legyen, hogy találkozzék Krisztussal, őt hordozza és hozzátartozzon.